A Magyar Sajtkészítők Egyesülete hatodszor rendezi meg a sajtmustrát, viszont először az egyeki gasztró sétányon várják az érdeklődőket a Kárpát-medence legjobb sajtkészítői. Rókusfalvi Pál szervezőt és kollégát köszöntöm. Szervusz! Szervusz, én is köszöntöm a nézőket. Mi az, amit még nem csinálsz egyeken? Vagy mi a következő lépés, csak hogy itt tudjam, hogy ja, mi szoros az irány? Szoros tervem van a következő 20 évre, de ez a sajtmustra, ez régóta húzódik. Én már a negyedik sajtmustrán sejtettem, hogy egy-két sajtmustra az már múlva majd nálunk lesz. Ugyanis egyeknek ez a gasztrosétány, ez egy olyan adottság, mint Budapest szőlőskertje, hogy abszolút ilyenekre van kitalálva. És hát azért nagyon kötődünk is a sajthoz, már csak a bor okán is. Egy borvidék névadó településen még jó, hogy a sajtra épül, hiszen ha valaki iszik, akkor enni is kell mellé. És hát nyilván egy kitűnő sajtos Hegedűs Imre barátom, aki ezt az egészet tető alá hozta. Aki egyébként, Zsuzsi mellett már ott áldogál a konyhába, hát és szépen csendben kóstolgatnak, ő... majd látjuk, és őket is átsétálunk hozzájuk. Kárpát-medence az gyakorlatilag egy egészen nagy merítési lehetőséget ad. Én például igazán finom sajtot nem akarom, magyar sajtkészítőket, nyilván a kézműveseket nem sejtem, fönt Szlovákiában és Erdélyben eszek, mert ott azért tudják, van hagyománya. Hát most már fogsz tudni egyeken is enni, mert azért ott is van sajtkészítő, sajtútállomás, most már több sajtos is van egyeken, meg környékén. Meg azt gondolom, hogy a sajt ez egy olyan remek lehetőség, és picit megint a borhoz kötöm, hogy itt is többféle terméket tudunk megkülönböztetni, tehát ugye vannak különböző borfajták, sajtban is vannak, egyrészt az anyagában elválasztható sajtok, másrészt pedig attól függ, hogy kecskéből vagy tehénből, tehát hogy milyen sajtot akarunk készíteni. Egy rendkívül színes és nagyon szofisztikált műfaj, és rokonlelkek vagyunk a sajtkészítőkkel. Azt gondolom, hogy ez a merítés, amikor több tucat az ország legszebb kézműves sajtkészítői ott fognak különböző más termékekkel együtt, és minden korosztályra gondolva sajtokat készíteni, lesz ott a sajtkukac játszótértől kezdve egészen a borsajtolóig, amikor összekóstolunk ízeket, illatokat, lesz kulturális része a dolognak. Mint minden szabadtéri rendezvény, így a most hétvégi szombati sajtmusta is azt gondolom egy rendkívül színes és egész napos programot ígér minden családnak. Annyit beszéltél a sajtról, hogy akkor most térjünk vissza a konyhába. Zsuzsi már ott áll Hegedűs Imrével, és a minden igaz, akkor már szeleteltek. És már azt tanulom, hogy hogyan kell illatozni a sajtot, úgyhogy szakszerű legyek, hozzá kell, hogy érjen az ember orra. 11 hónapos sajtról beszélünk, Hegedűs Imre sajtmestert köszöntjük a stúdióban. Jó napot kívánok! Valóban nagyon fontos, hogy hogyan ízleljük a sajtot, hogyan nézzük meg, hogyan szagoljuk, és ha már ön bevezette ezt a mozdulatot, én folytatnám, hogy mit kell megszagolni, orrunkhoz tartjuk, és az orrunk előtt közvetlenül ketté törjük. Én nagyon közel vagyok ettől az illattól ahhoz, hogy ne is tudjak megszólalni, milyen sajtok vannak itt. No, hát az imént elhangzott, hogy Erdély meg felvidék. A sajtmustrán lesznek erdélyi és felvidéki sajtok is, de zömében Magyarországról való sajtok. Hoztam egy kis kollekciót ezek a barátaim által készített sajtokból. Itt vannak lágy sajtok, van kékpenészes sajt, van félkemény sajt, és van egy kemény sajt is. Szerintem Viktorékat ne fosszuk meg attól az élményt, hogy ők is megillatozzák és megkóstolják ezeket a sajtokat, úgyhogy van még hely a konyhában. Akkor jövünk. Gyertek csak jövünk. Nyugodtan. Pali, tiéd a pálya itt, mert te azért még egy-két szót valószínűleg hozzáfűzöl. Ja nem, hát itt csak sajátos szereti... élményhez, hogy bor. Igen, és sajt. Meg azért tegyük hozzá, hogy ugye Imre elmondta, hogy barátai, ami azt jelenti, hogy ezek magyar sajtkészítők. Gondolom itt a Büki sajtostól kezdve mindenki, a Panniig mindenki hozzátette a magáét, nem tudom, hogy kinek van itt a sajtja, de hogy mindig a franciákkal azonosítjuk a sajtot, és nézzük meg egy pillanatra, hogy ezért milyen komoly magyarországi sajtkészítők vannak, hát már az állagát tekintve is fantasztikus sajtokról beszélünk. Így van. Nem baj, ha eszem közben? Abszolút nem. Nem lehet, hogy annyira jó illatok. Egészségükre. Nyilván franciáktól ami jó, azt érdemes eltanulni. A sajtkészítésben nagyon jók, tőlük, zömében tőlük tanulunk. Egyébként pedig ezeket a sajtokat valóban, meg szinte az összes sajtkészítő, aki a sajtmustrán részt fog venni, eljön sajtjait árusítani, vagy bíráltatni a sajtjait, azokat valóban személyesen is ismerjük. De ha megengedik, akkor
így szó szerint is el tudom mondani, hogy például ez a két sajt, Nagy Zsuzsié, aki Mányon sajtot készít, egy ilyen gyönyörű brie típusú, illetve camembert sajtot. Az is ott van a környékén. Gondoltam. Hogy kezd szépen a szélétől, vagy a hivatalos szeletelést kérjük már meg a szakértőkről, hogy mondjuk egy camembert sajt esetében mi a hivatalos felvágási módszer, mit szeretnek a sajt szakértők? Mielőtt felvágnám azért még egy mondatot róla, hogy ezt úgy csinálja Nagy Zsuzsi, hogy először egy faszénporba beforgatja a sajtot, és azon arra telepíti rá a camembert kultúrát. Hát én mondjuk így vágom föl, hogy... Cikket. Egy cikket vágok ki belőle, és én magam úgy szeretem, amikor ilyen jó lágy már, és kicsit folyós a sajt, ekkor van igazi jó íze. De mégis ott a kérge. Gyönyörű a sajt, esztétikailag is. Ez az érdekes, hogy mondjuk az üzletbe kapható camembert sajton az, hogy folyós állag is van benne, azt nem nagyon látjuk, csak van megolvat. Elárulok így neked egy titkot, ha üzletbe mész camembert sajtot vásárolni, mindig azt kell, ami ki van téve, mert már lejár lassan, 1-3-4 nap múlva a szavatossága, oda van téve a 30%-osok közé, az az isteni, azt kell megvárni. Az már érlet. Igen, egy picit hagyj védjem a bolti sajtokat is, mert így van. Tehát sokan rossz véleménnyel vannak, tévesen vannak rossz véleménnyel bolti vagy nagyüzemi sajtokkal. Én azt tartom, hogyha minél közelebb vásárolunk magunkhoz, földrajzilag sajtot, akkor jól járunk. Egyébként pedig a camembert, bolti camembertre így van, hazavisszük, és ha nem elég érett, akkor a konyhánkba kitesszük még 3 napra, és elérjük a... Akkor az egész család fogja tudni, hogy ott van. Van. Akkor ha valaki kedvet kapott, akkor végezetül mondjuk el, hogy hova és mikor látogasson, hogy ezeket megkóstolhassa. Szombaton, azaz 29-én, ha jól értem, ez a szombat, reggeltől estig várunk egyeken a gasztrosétányon mindenkit a megszokott helyen, mert hogy az emberek nagyjából tudják, Budapest szőlőskertjében egyeken a gasztrosétányon mindig történik valami, most sajtmustra. Így van, egy kicsit izgulunk, mert először lesz egyeken a sajtmusra, de reméljük, hogy ez lesz a legjobb sajtmusra. Délre minden elfogy. Reméljük. Így van.